Így néz ki jelenleg az alsóvárosi temető ravatalozó épülete. A temetések nagyon ki vannak téve az időjárás viszontagságainak, ezen segít majd az a beruházás, aminek részeként előtetőt építenek a ravatalozó és a mellette levő épület által közbezárt tér közepére. Ezzel párhuzamosan az újvárosi temetőt is felújítják, oda többek között egy új harangtornyot építenek. Mindenre 49 millió forintnyi támogatás áll rendelkezésre, amit a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány pályázatán nyert a város. A beruházáshoz a szekszárdi önkormányzatnak 10 millió forintnyi önerőt kell biztosítania. A harang elkészítését külön rendelték meg, az nem volt része a közbeszerzési eljárásnak, így annak a költségei nem voltak betervezve. A 16 millió 800 ezer forintnyi plusz költséget az önkormányzatnak saját költségvetéséből kell biztosítania. A Város Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának elnöke azt mondja, a forrás rendelkezésre áll. Az Újvárosban például kényszerből, mert ki akar dőni a kerítés, az utcai kerítés, ezt föl kellett újítani. Ott is szükébe van lassan a temetkezés helye. Az alsó végébe egy támfalat kellett építeni, mert egy ilyen lépcsős részen lesz kialakítva a temetkezési helyek, és gyakorlatilag ezeknek a költségére kellett pót összegeket biztosítani, de ez költségvetési tervben benne volt, tehát rendelkezésre állnak ehhez a pénzeszközök. A temetők, ravatalozók felújítása a szekszárdi önkormányzatnak így összesen 27 millió forintjába kerül.